Tízen kaptak kitüntetést ma Nyíregyházán a megyei közszolgálati tisztviselők napján. Közülük hárman állami tisztviselők és heten települési önkormányzatok dolgozói. Idén már 15. alkalommal jutalmazták azokat, akik a közigazgatás működésében és fejlesztésében példaértékű munkát végeztek az elmúlt években vagy akár évtizedekben. Környezetvédelmi, természetvédelmi főosztályon dolgozom, ügyintézői munkakörben. Nagyon jó érzés és nagy meglepetéssel ért, hogy kitüntetést kapok. Nem számítottam rá. A közigazgatás sikeressége és megbízhatósága a köztisztviselőkön múlik, emelte ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója. Polgári András hozzátette, a megye közel 600 ezer lakosát szolgálják ki nap mint nap a közszolgálatban dolgozók. A közszolgálati dolgozók, én úgy gondolom, egyébként valóban egy modern közigazgatás részét képezik. Nyilván itt volt bérrendezés, egyébként volt egy teljesen új jogszabályi környezet kialakítása, ami azért volt fontos, hiszen életpályát kell építeni. Ugye az életpályamodell nagyon fontos most már a közigazgatásban is, hiszen hosszú távon kell gondolkodni a kollégákkal, nyilván a szaktudás és nyilván a szakértelem megszerzése véget is. És én úgy gondolom, hogy akik a mai napon megkapják ezt a kitüntető díjat, ők valóban megérdemelték azt, és pontosan azért is dolgoznak, hogy az életpályájukkal, az életükkel példát mutassanak a többi kolléga részére is. Az ünnepségnek idén is a megyeháza adott helyszínt, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a közszolgálati tisztviselőket. Baracsi Endre beszédében kiemelte, a szakmai elismerés minden munkakörben fontos. Nagyon fontos az, hogy valóban őket megbecsüljük, és azt az elismerést, azt a szakmai elismerést is megkapják, amellyel azt hiszem, hogy mindenképpen tudjuk segíteni a jövőbeni munkájukat is, mert azért a visszajelzés minden munkakörben fontos, ez pontosan igaz a közszolgálati tisztségviselőknél is, akik még egyszer mondom, hogy olyan csendes, mellékes munkát végeznek, amellyel úgy szövik át a napjainkat, hogyha ők jól végzik a munkájukat, akkor nem vesszük észre őket, és ezért kell az, hogy a szakmai elismerés az folyamatosan biztosítva legyen. A köztisztviselők napját első alkalommal 1997-ben ünnepelték hazánkban, 2011-től pedig már a kormánytisztviselők napja is lett július 1-je.